Kedves nézőim, kedves hallgatóim! Szeretettel üdvözlök minden kedves nézőt, aki a televízió előtt ül ezen a szép napsütéses őszi napon, és azokat is, akik majd a neten fognak megnézni. Az elmúlt órákban tanultunk arról, hogy egy édesanyának élettan tudósnak is kellene lennie. Hogy biztosan helyesen szeretnénk ápolni családtagjainkat, önmagunkat, és bárkit is, én egy kicsit szeretnék foglalkozni most, az ember teremtésével. Azt mondja a Zsoltár író, az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletétől minden seregük. Mert ő szólt, és meglett, parancsolt, és előállott. Jobb a pátriáka nagyon szépen írja, kezeit formáltak engem, emlékezzék illeg, hogy mint valami agyag edényt úgy készítettél. Bőrrel és hússal ruháztál fel engem, csontokkal és inakkal befedeztél engem. Életet és kegyelmet szedettél számomra, és a te gondviselésed őrizte lelkemet. Mózes első könyve második oldalán ezt olvassuk. És formálta vala az Úristen az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő órába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. A nyolcadik kötetben ezt tanulhatjuk. Amikor Isten a maga mására megteremtette az embert, az ember tökéletes volt minden részletében, de nem volt benne élet. Ekkor a személyes, önmagában létező Isten az élet leheletét lehelte ebbe az alakba, és az ember élő, lélegző, értelmes lényé élet szervezetének mind megannyi része működni kezdett. Szíve, véredényei, nyelve, keze, lába, érzékszervei és eszének felfogó képessége mind megkezdte munkáját, és mind törvény alá vetetten. Az ember élő lélek vált. Szeretném, ha jól megértenénk, nem különálló lelket tett az előtte fekvő élettelen testbe, hanem az ő leheletét bele lehelve elindította a vérkeringés, így minden szerv elkezdte munkáját, és így lőn az ember élő lélekké, élő lényé. Tehát úgy az ember, mint az állat rendelkezik fizikai testtel, értelemmel, lélekkel. Pritikátorok könyvében Bölcs Salomon ezt írja. Az embernek fiainak vége hasonló az oktalan állatnak végéhez, és egyenlő végük van azoknak. Amint meghal az egyik, úgy meghal a másik is, és ugyanazon egy lélek van mindenikben. Mindenik ugyanazon egy helyre megy, mindenik a porból való, és mindenik porrá lesz. A netről vettem le dr. Frein Tamással készült cikkből világhírű magyar agykutató döbbentes vallomása az úrról. Ez van írva. Gyorsan terjed a legnagyobb közösségi oldalon egy interjú, amelyben professzor dr. Fány Tamás agykutató beszél a lélekről, az agyról, az ateizmusról és az evolúcióról. Szavai megdöbbentőek, muszáj rajtuk elgondolkodni. Az Isten adta című kiváló könyvben különböző emberekkel beszélgetnek a szerzők, tehetségről, felelősségről, Istenről és az ezekkel kapcsolatos élményekről, gondolatokról és tapasztalatokról. Frány Tamás, professzor urat is megkérdezték az ügyben. Megdöbbentő, amikor a materiális világ kutatói, a racionalitás emberei mégiscsak eljutnak az anyagon túli, sokkal finomabb szintű dimenziók világába is, és a sejtek, idegpályák és egyéb biológiai dolgok mellett Istenről kezdenek el beszélni. A gyermeki hitet könnyű elveszíteni, ha nem nyer megerősítést a felnőtté vált ember agyában. Az ideg tudós az anyag evolúciának a csúcsát, az agyat vizsgálja. Azt a szervünket, amelyen keresztül a lelkünk megnyilvánul az anyagi világ számára. És olyan funkciók produkálása is képes, amely semmi más biológiai, fizikai, kémiai anyag nem. Ha a neurobiológus megismeri az idegsejthálózatokat, nehezen tudja elképzelni, hogyan lesznek ebből új gondolatok, hogyan tehet föl az idegsejtek hálózata olyan kérdéseket, mint ahogy mi az élet értelme. Akármennyire komplex terméke az agy az evolúciónak, nem gondolom, hogy képes kitermelni egy olyan nem anyagi entitást, nevezzük elmének, én éntudatnak, szabadakaratnak, léletnek, de leginkább ezek együttesének, amely irányítóként hat vissza az őt létrehozó idegsejtek hálózatára. Inkább azt tudom elképzelni, hogy mint az anyag evolúciójának csúcsa, az emberi agy vált alkalmassá, hogy rajta keresztül a teremtő eredetű lélek meg tudjon nyilvánulni az anyagi világ, és ami fontosabb, a többi lélek számára. Az ateista elképzelés szerint a tudat az anyagi agy működésének emergens, megkerestem direkt a neten ennek az értelmét, megjelenő, felmerülő, kibontakozó tulajdonsága. Én úgy gondolom, hogy az anyagnak nem lehet olyan megjelenő, felmerülő, kibontakozó tulajdonsága, ami visszahat az őt létrehozó idegsejthálózatra. hálózatra. Már csak azért sem, mert ha kiveszünk egy szövetmintát az emberi agyból, és összehasonlítjuk a majom vagy a maska ugyanonnan kivett szövetmintájával, akkor közel ugyanannyi sejtet találunk, ugyanolyan típusúakat a kapcsolódási törvényszerűségűek, a kommunikációra használt molekulák jaik is egyformák. A fő különbség, hogy ezekből a kis agykérgi osztopokból az emberi agyban jóval több van, mint egy majom vagy egy macska agyában. Ha valaki elhiszi, csak mert ezekből az egységekből jóval többet pakolok egymás mellé, a hálózat generál egy nem anyagi jellegű én tudatot, az illet értelmét, lamentáló elmét, akkor azt is el kell hinnie, hogy ha csippekből kapcsolunk össze egyre többet, akkor egyszerre eljutunk egy számítógéphez, ami előbb-utóbb szintén kitermel magából egy elmét, ami majd az éterből visszahat és programozza a gépet létrehozó csippek hálózatát. Ezért gondolom én, hogy az agyunk nem kitermeli, hanem befogadja az egyébként téridő dimenziókon kívül létező lelkünket. Vagyis minden további nélkül összetudja egyeztetni Isten hitét a tudományal. Én inkább abban hiszek, hogy volt egy teremtő lélek, akinek valamiért eszébe jutott, hogy anyagi világra volna szükség. Ahogy a Biblia írja, kezdetben volt az ige. A teremtő szándék. A fizikai állandókat úgy állította be, hogy hozzánk hasonló lények jöjjenek létre. A kémiai, majd biológiai evolúciós szabályai, úgy mint a természetes szelekció, nem mások, mint a teremtés eszközei. Nincs abban semmi különleges, ha egy tudós, Isten Nekem nagyon tetszik, ahogy összehozza a hasonlatot, hogy hiába raknánk össze a csippeket, a számítógéppel rakják egyiket a másik után, az még nem fog tudni gondolkodni, nem fog tudni beszélni, nem lesz neki lelke. Tehát, ahogy olvastuk a Mózes könyvében, tette be valaki. Ugye, mi, mi van itt a Mózes könyvében? És formálta val az Úristen az embert a Földnek porából, és lehellet balazi órába életnek leheletét, így lőn az ember élő léleké. Ott feküdt a megteremtett ember Isten előtt, élettelenül, és az ő isteni erejével, leheletével elindította az életműködését az emberi testben. Ez az élő lélek nem csak az emberekben, hanem minden élőlényben megvan. A Biblia szerint például élő lélek volt azokban az állatokban is, melyek bementek a Noé bárkájába, és azokban is, amelyek nem voltak bevéve. Mózes első könyve 29.30. verséből ezt olvassuk. Imé néktek adok minden makkozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen makkozó gyümölcs van, az legyen néktek eledelő. A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó csúszómászó mindenféle állatoknak, amelyekben élő lélek van, a zöld füveket adom eled elő. Tehát Isten, aki megteremtett bennünket, ő tudta, hogy ennek a szervezetnek milyen táplálékra van szüksége. Olvassunk tovább a nagy orvos lábnyomából. Testünk azon táplálékból fejlődik, amelyet élvezünk. A test szövetei állandóan használódnak, mindegyik szervnek minden mozgása elhasználást okoz, és ezen fogyasztást táplálékunk ismét pótolja. A test összes szervei megkövetelik részüket a táplálkozásnál. Az agyvelőt el kell látni a maga részével, a csontok, izmok, idegek is megkívánják a magukét. Ez egy csodálatos folyamat, amely a táplálékot vérré változtatja, és ezen vért arra használja, hogy a test különböző részeit felépítse de ez az eljárás folytonosan történik, és minden ideget, minden izmot és szövetet ellát élettel és erővel. Ez egy nagy felelősség minden szülőnek, hogy tudja, hogy hogyan táplálja helyesen a családját. Milyen kérdést tesz fel A Avagy nem tudjátok, így, hogy testetek a bennetek lakozó szentleleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatok vagytok. A test a személyiség hordozója. A Szentírásban sehol sem találjuk a test alacsonyabb rendűségét. A test, Héberül a bazár, mindennek előtt az ember külső létezésének az anyaga. A test, az ember külső egzisztenciája, az, amit Isten a föld anyagából formált, az egész organizmus, összes működése rendelt részével együtt, tehát a különböző életfunkciók hordozója. A szoma a test görög szava. Ha az ember egészséges akar lenni, akkor az organizmus összes részeinek harmonikusan együtt kell működnie. Ez magában foglalja azt, hogy minden rész képes legyen feladatát teljesíteni, betölteni. Mindenütt, ahol ez az egység nem működik, és a harmonikus együttműködés zavart, ott betegség áll fenn. Ez a betegség gyakran abból áll, hogy az egyik rész uralmat kezdi gyakorolni az összes felet, vagy pedig valamelyik rész hiányosan látja el munkáját. Ilyenkor a megkövetelt egyensúly mindig meg van zavarva. Mindannyian tudjuk, hogy egy súlyos beteg szív, vagy egy félelem és kétség uralta a benső élet, vagy az agy működésének felmondása miatt kárt szenved az egész ember. Nagyon megfigyelendő és meggondolandó a következő tanítás. Mind az ész, mind a lélek a testben székel, azon keresztül nyilatkozik meg, tehát szellemi és lelki erőnk nagy részben testi erőnktől és tevékenységünktől függ. Az, ami a test egészségét elősegíti, fejleszti együtt az értelmet és a jellemet. Egészség nélkül senki sem értheti meg teljesen, és nem is teljesítheti kötelességeit önmaga, embertársai és teremtőjével szemben. Ezért egészségünk felett épp úgy kell örködni, mint jellemünk felett. Egy holt fáradt test, egy felkorbácsolt idegrendszer nem szolgáltat alapot a lélek működésének. Tehát mennyire vigyáznunk kell az élet hordozunkra, a testünkre. Lépjünk egyet az értelem felé. A harmadik kötetben nagyon szépen van írva, az agy a test fővárosa, az összes ideg és szellemi élet központja. Az agyból kiinduló idegek uralják, kormányozzák testünket. Az agy benyomásait az idegek továbbítják a testbe, mint megannyi távíró vezeték, ezek ellenőrzik a szervezet összes részeinek az életfolyamatát. Egy másik figyelmeztetés. A testnek bármely része, amelyet nem kezelnek gondossággal, megtáviratozza a bántalmát az agynak. Az agy idegei, melyek az egész szervezettel összefüggnek, az egyetlen út, amelyen át a menny érintkezni tud az emberrel. Ez kihat, a legbelső lelki életünkre. Bármi, ami megzavarja az idegrendszerben a villamosság körforgását, csökkenti az életerőnket, aminek a következménye, hogy az agy érzékeny, felfogó képessége eltompul. Nagyon felemelő a következő idézet, amit szeretnék olvasni. Az összes élő teremtménynek ajándékozott élet lehelet, vagy a légzési képesség, nem alacsonyítja le az embert az állathoz, és az állatot sem emeli fel az emberi szintre. A lehelet bírása nem a dönt, hogy egy élőlény a levegő királya lesz-e, ugye, egy sas, vagy egy földön csúszó állat, egy kígyó, és apádat sem, hogy egy ember jó jellemé, vagy gonosz fejlődik el. Az élet lehelete, amit a teremtő az embernek ajándékozott, nem teszi az embert halhatatlanná. Ezt ő megkapta, és csak addig tud élni, amíg az Isten ezt az élet leheletet vissza nem vonja. Ez az állatok életére is vonatkozik. Az ember és az állat közötti különbség egészen más síkon nyugszik, és ez a különbség hatalmas. Az állatok nem Isten képére lettek teremtve, de az ember igen. Itt egy méltóságban, amely az embert a Föld minden teremtménye fölé emeli. Az ember a Föld királyaként lett beiktatva. Csodálatos dolog ez. Nagy különbség az emberi értelmes lény és az állat értelme között, mert az állatnak is van értelme. Az ő maga életéhez viszonyítva. Tisztelete és dicsősége jellemében, és Isten előtti tisztségében állt az ember. Mit mond a Zsoltáiró? Hiszen kevését tetted őt kisebbi az Istennél, és tisztességgel koronáztad meg őt. Úrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Tehát egy felsőbb rendű méltóság az ember. Különös kiváltságai abban a képességében állnak, hogy Istennel társaloghat, Erkölcsi felelősséget hord, imádhatja a Teremtőt, és elgondolkozhat Isten gondolatai felett. A tapasztalatokból tanulni tud, és fejlődhet. A jövőre nézve magas célt és reménységet kapott. Miért taglalom én ezt ilyen fokozatban? Olvassuk tovább. A test, a lélek és az értelem közötti kapcsolat olyan szoros, hogy például mértéktelenség az evés, ivás vagy munka terén mindig az egész embernek árt. A test és a lélek normális működése egy helyes táplálkozás és helyes életmód által kapott erőtől függ. Sem a testet, sem a lelket, sem az értelmet nem szabad elhanyagolni. Ezért határozottan áll az is, hogyha az ember úgy az evésben, mint más tekintetben mértéktelenül él, azzal az egész jellemét is kedvezőtlenül befolyásolja. Árt az ember a gyomrának, szenved alatt az értelem és a kedélyállapot is. A lélek nem folytat az emberi lét egyéb részeitől független önálló életet. Ezért tud csak részben is sikert felmutatni az az orvostudomány, amely a test, lélek és értelem összefüggését figyelmen kívül hagyja egy orvos, aki lelki bajok esetében a test állapotát figyelmen kívül hagyja, ugyanolyan kuruzsló, mint egy olyan, aki a test megbetegedése esetében a lelki okok felett elnéz. De a teológus is, aki kizárólag a lélek szükséglete érdekében fáradozik, részben bal sikerre van ítélve, amennyiben az embert nem teljes egységében nézi az embernek úgy az érzelmi, mint a szellemi és elköcsi állapota az ő testi állapotától is függ. Kudarcban kell fulladjon minden olyan vállalkozás, amely a testi, lelki és szellemi egészség között egy erőteljes választó vonalat akar húzni. Most szeretnék egy orvosi könyvből idézni, a nagy MSD könyvből. Az egyén elsősorban az értelem segítségével alkalmazkodik, az élet adta feladatukhoz. Ez az adottság képezi a gondolkodás alapját is. Az értelem szintje nagy egyéni különbségeket mutat. Az értelem foka a beleszületett adottságok mellett függ az élet folyamán szerzett ismeretanyag mennyiségétől, az emlékezettől, és attól, hogy az egyén az általa elsajátított ismeretanyagot mennyire képes gondolkodásában a mindennapi feladatok megoldásában hasznosítani. Örvendetes módon belátta az orvostudomány, hogy az emberben nem csak a testet lehet ápolni, hanem a testi, lelki és szellemi működések között egy igen szoros összefüggés van. Elménket gondosan védelmeznünk kell. Nem szabad megengednünk, hogy bemenetelt találjon olyan gondolat, ami megsemmisíteni az egészséges életerejét. Kedves nézőim, most jutottunk oda, hogy rátérjünk a testünk táplálásának reformjára is. Miért is? Az agy a test fővárosa, tanultuk előbb. Mennyire fontos lenne ma, a nagy információ áradat közepette, megválogatni, hogy mit engedünk be gondolatainkba. Milyen reklámoknak dőlünk be, és a sok táplálkozási tanácsokból azt tudjuk kiválgatni, ami nekünk megfelel. Mióta 1988 tavaszán hazajöttem, a Jóisten segítségével, azóta sem az én kis házamban részemre sem gyógyszer, sem vitamintabletta, sem táplálék kiegészítő egy darab sincs. Semmit nem használok, és a reklámokból sem fogadok el semmit sem azt szerettem enni, elfogyasztani, amit magam sütök és főzök. Még kenyeret sem veszek. Teljes mértékben alávetem magam a jó Isten által tanácsolt étrendnek. Gabona neműek, gyümölcsök, zöldségek, olaj és magvak, ezek vannak csak ami asztalunkra tálalva, változatos elkészítéssel. Igaz, hogy ripám, hogy nyers, gyümölcs vagy zöldség nélkül soha nem terítünk asztalt. Miért is? Mert 40 fok fölött az emésztés elősegítő enzimek elpusztulnak. Tehát feltétlenül szükségünk van a nyers ételekre, minden betegnek lapján ráírom 50% nyers gyümölcs reggel, este, és délben pedig 50% nyers zöldség. Nem keverjük őket együtt. A következő órában folytatni fogom ezt a témát. Remélem, sokan rádöbbennek arra, hogy miért foglalkoztam így a szervezetünkkel. Ha meglátok valamit, az értelmem felfogja, majd a döntésemet a lélek a szív befolyásolja, és csak ezután jön a gyakorlati megvalósítása mindannak, ami felé az értelmem döntött. És sajnos tapasztalom betegeim után nagyon soktól, mikor kirakják, hogy miket vásároltak össze, és megkérdezem, hogy hogy megvette ezt, és mi a válasz? Katalin, hát annyi sok jót mondtak róla. Vissza szoktam kérdelni, valaki megvenne valamit, amiről nem jót mondanak? Egyszer kaptam a sógoromtól egy könyvet, és azt mondta, hogy na ezt olvasd át és ebben tanácsolt különböző tabletták, hogy nekem milyen sokat fognak segíteni. És mikor ezt utolsó percben adta oda egy születésnapi ünnepség végén, és mikor hazajöttem, ott nyitottam ki, hogy az akarat erő. És azóta is mosolygom ezt a tanácsot. Ha nincs akarat erőd, akkor ebből a tablettából vegyél be reggel tizet forró vízbe. Szépen kortyolgasd el és ha nem volt elég eredményes, akkor még háromszor megismételheted. Nem is olyan buta üzlet naponta 40 tablettát eladni. De vajon? Mennyi lesz ennek a mellékhatása? Ha másért nem, az összekötő anyag miatt. Kérem, gondolkozzanak el. A reform az értelmünknél kell kezdődjön. Csak ezután lesz a gyakorlatban. Köszönöm, hogy velem voltak, és ígérem, hogy a következő órában folytatjuk ezt a témát. Viszontlátásra!